két nap, két országos bajnoki cím, ez azért felülmúlja a várakozásaidat, nem? Igen, nagyon sokat dolgoztam érte, és beérett a gyümölcse. Beszéljünk még kicsit a tegnapiról, mégis csak az első felnőtt bajnoki címed volt. Milyen érzés most visszagondolni? Nagyon jó, még el sem hiszem egyébként, hogy ez tényleg megtörtént. Nagyon-nagyon örültem neki, nagyon szerettem volna győzni. És úgy tűnik, hogy egyre komolyabb tényező vagy egyéniben is, azért nyertél válogatót is már korábban össze, minek köszönhetően. Igen, most eldöntöttem ebbe az évben, hogy az egyénire szeretnék nagyon koncentrálni, hogy abba is megmutassam, hogy igenis ott van a helyem. És a csapatnál pedig arról is gondoskodtam, hogy azért lenyelj egy kis izgalom a döntő végére, de amikor kellett, akkor helyén volt a szíved. Milyen volt a Liza elleni utolsó asszó? Hát igen, az nem alakult olyan jól, ahogy szerettem volna. Kicsit már fáradt voltam, éreztem is, ugye a tegnap azért tényleg sokat vívtam, meg pénteken is a csoportkörben azért volt vívás bőven. És kicsit úgy éreztem, hogy ilyen enervált vagyok, de aztán rájöttem, hogy mit kell csinálni. Jó volt örülni a lányokkal, gondolom. Nagyon-nagyon jó volt, és nagyon örültem nekik, hogy ők is kapnak így egy érmet, ráadásul egy aranyérmet, szóval most mindenki nagyon boldog. Köszönöm, Renny. Én köszönöm.